Összefostam magam, geci! Ász! Ricsi már! Hát ez nem normális. Ilyen a világon nincsen. Gyerekek! Hé, forgatunk, baszolj! Figyelj, tesó! De most már nem... Ready vagy, I am always ready. Egy hete erre várok, hogy elkezdjük ezt a videót. Szóval srácok, még mielőtt belekezdenénk ebbe a videóba, ugorjunk vissza ennek a hétnek az elejére. Roll the clip! Na mi van, apcsak, hol egy stúdióni? Hogy összeállt még? Tövasz vasaló. Fél. Ezeket itt le tudjuk venni, vagy tudjuk? Én azt szeretném, hogyha azt a lepedőt kivasalnád, hogy ne legyen semmiképpen gyűrött. Kösz! Nem is mondtad, hányra jöjjek, baszolj meg! Én mondtam, hogy... Semmit nem mondtál, vissza se írtál, leszarlak! De baszek, csináltam. Ez meg belé... Ja, akkor ez meg belém állt, hogy ő miatta kell várni, rohadjak el. Igen. Igen, mert át kell ezt várni. Miért kell? És te meg azt mondtad állítólag a Richárd, de most úgyis itt vagyunk már. De nem mondtam, mert önkamillázod, hogy a kurva anyádom, hogy ez meg nem miattad van, te csicska is. Csak tudjuk beszélni. Too old, I whipped that bitch, she left me alone, but I miss that bitch. She text right now, I like, hit that bitch. Old friends like how you get that lit. Same old me, but they think I switch. Fuck old friends, I don't know that bitch. Racks too big, can't fold that shit. Hanging on when I hold that shit. Mama, I told you we gon' be okay. Whipping the bench and she live in LA. Trying to thank God, but don't know what to say. Don't call that little ass place no estate. Unless it came with a pool in the gate. Check the loot before I pull in the gate. All my watches flooded just like a lake. Lately I've been showing up extra late. Rich nigga take her on a cheap date. 4 for 4 Wendy's, get her a plate. Love when these nuts all up in her face. She say wow, never met a nigga with dick in her eye. It's viral, viral. Áll azért, nektek is jól fog állni. Mire nézzétek ezt a videót, már minden termék elérhető a webshopban. Benjamins, we on fat when I drop, they'll post that shit. Yeah, yeah, yeah. All good though, I'ma note that shit. When I blow, you'll owe me, bitch. Humble ass nigga. Gül! Szeretnék mindenkivel tudatosítani azt, hogy mivel 500-nál most többen vagyunk itt, mindenki vegye fel a maszkokat, ugyanis újra visszahozták a dolgokat. Ez a legújabb videómhoz. Nem ezt a videót terveztem erre a hétre, ugyanis ígértem nektek, hogy lesz a videó, amikor a családom reakciója mi lesz a rajtprogramra. De az a baj, hogy az autó egy kicsit megbetegedett a hét elején, amit szerencsére tudtunk orvosolni, egy kis vízpumpa, ki lett cserélve az egész, de most már minden újra. Okés. Nem csak az autó betegedett meg ezen a héten, hanem az egész családomnak az a része, akikkel amúgy akartam ezt a videót felvenni, úgyhogy innentől kezdve ezt a videót el kellett halasztani. Ki is tettem az Instagramra nektek, hogy írjátok meg kommentbe, vagy írjatok nekem, hogy milyen videókat szeretitek tőlünk látni. Ilyet soha nem szoktam mondani, mert általában mindig vannak jegyzeteim, hogy milyen videót csinálják nektek, de most úgy gondoltam, kérek egy kis segítséget, és nagyon sokan írtatok egy videót, amit amúgy nagyon szerettem megcsinálni, és meg lehet csinálni a második részét. És lesz hozzá egy segítség. Ki esetleg nem ismeritek fel, csak a bátyján és ugye maszk van, mert 500 fölött vagyunk most még van. A drop után, mikor kiment a videó. Meg aztán... Rajtprogramotok egyet. Ja, lehetne úgy, az enyém az az autó, hogy a barátom nem próbálja ki. Hát azért neki is véleményét kell róla mondani, neki is el kell mondani, hogy maradhat, nem maradhat. Ugye hát a pirosat kipróbálta a Patrik, ha esetleg valaki nem emlékszik. Gyerek! Hát ezt nem hiszem el! Ez nekem, haver, ez nekem nagyon furcsa. Patrik általam hitelesített jogosítványt kapott már az előző videóban, mert megtanítottuk automata csatacsippes autóval vezetni, viszont most egy kicsit más szinteken fogunk harcolni, ugyanis ez az autó majdnem 2-szer olyan erős, de a bátyának már 25 perces vezetési tapasztalata van. Na, mennyi mindenre emlékszel? Mindenre. Jó. Minden. Nem is kéne beülnöd már elsőre. 2 pedál van, nyilván elég egyszerű lesz a kérdés. Melyik a gáz? Na. Mindenre. De ő amúgy mindenre emlékszik. Hogy mindenre. Indítsuk el az autót, ilyenkor ugye meg kell nyomni a féket, nyom meg a féket, nem azzal, azt a lábát soha nem használt. Nem is emlékszik semmi. Gokartozik. Nyom meg a féket, és most nyom meg újra a gombot. Juh! Első kör! És fogjam a féket? Hát, mindenre? Most még igen, most még igen. De miért mondja akkor ezt, hogy rugd el? Hát, most ha elengedem a féket, mi van? Nem fog semmi történni, de adhatsz neki egy kis gázt. Ja, igen. Az a terv, azt mondom nektek is, hogyha összejön úgy a vezetés, akkor egy nagy nulláról kigyorsításban is benne vagyok. Honnan? Miért? Hát én nem mindig nem kéne. Egy pár kör után, ha már érzed, ellőheted neki. Jó, lép rá a fékre, az elektromos kéziféket azt enged ki. Így most ki is van engedve. Úgy csinált is valamit a lábam. Igen, igen, nyomd a féket és jó. Akkor húzd át sima D-be. Ott fent írja most D, oké, tökéletes, várj, ezt át is veszem. Most elindul. Na apja, azaz. Jó, azért ezt kerülgesd, mert ez jobban... Tudom, emlékszek, apja. Nagyon, nagyon jól haladsz egyébként. Jó, de észre kurva anyádat. De észre vagyok, hát? Nézd meg, kerülgetem. De ember, az a baj egyébként ebben a videóban, hogy most már túl jól megy neki a vezetés. Hát hoztunk volna egy váltóst. Hát amúgy lehet az kellett volna. Figyelj, kövi kör, szerintem a tiéd egyedül. Na, milyen maradhat vagy? Persze. De merre kell menni? Hát arra tovább egyenesen. De ez, esküszöm, ezzel megy eddig a legjobban. Hát azért, mert én már hozzá vagyok szokva, te. Meg azért maszkba vagyok, tudod, bad boyba. Ja, hát azt mondjuk gondoltam. Itt szépen állj meg, kamerás már előtt. Wagwan! De milyen jól megy neki? Azt hittem amúgy, hogy szarabbul fog neki menni, akkor jobb lett volna. De én előre tudtam, hogy ez már jó. Hát azért opcionál, azért ott van. Jó, akkor szeren. Figyelj, most a következő kör az viszont... Sport. Már mehetne sportba. És az melyik körül? Mindenre. Nem, ilyenkor csak húz rajta még egyet. Most már esbe van. Itt egy kicsit nagyobbat fog indulni. Ilyenkor azért érzed, hogy ilyenkor azért bikább már. Jó, aha! Igen, ugye megindul azért. Igen. Nyugodtan kicsit megindul. Meg amúgy várjál most, hadd álljak meg. Igen. Túl messze ülök. Ja. Na, így jó. Azért már na. Gyerekek, a Poleczki Richárd autós iskola üzemel. És akkor Patrik, arra szeretnélek kérni, hogy itt az egyenesbe egy kis kigyorsítást szeretnék tőled látni. Ott a gödört miután elhagytuk. Azt tudom. Egy szép kis kigyorsítást. Atya ég, te hülye! Mondom, ez azért más apja. Tényleg. Egyedül, ügyesen. Nagyjából fel fogom venni. Hát és ennyi. Akkor anyját. Rájött. És a gyerek veri neki! Hát ezt nem viszem el! Ember! Láttad? Hol? Yeah. Esküszöm! Őszintén megmondom, azt hittem, hogy majd megint szarul fog menni, röhögünk, de ember! Jó, mondjuk ezzel a kocsival amúgy elég könnyű jól vezetni, nem? Hát azért... Szevasz, bátya! 21-én indul a webshop! Én ugye megígértem neked, hogy ha már eljutunk a második vezetési óráig, hé, forgatunk, baszolj meg! 21-én! A webshop fejlesztőt! Komoly szelek vannak! Azt hiszem, ember! Érte a Patrinak, hogy elhozom egy olyan helyre, ahol elverheti az autónak. Majd egy hosszú egyenes rész, szerintem most nem ülök be mellé. Tényleg? Hát figyelj! Minden egyedül, és hogy fordulok meg? Na? Az mondjuk tényleg nem gondolom. Hogy a faszomba fordulok ott a végén meg? Fölhívlak, hogy gyere app, csak én a fordulni? Egy évben meg tudod fordulni. Hát én nem hinném. Nem, hogy azt nem hinném, tesó. Erre nem gondoltam, ez igaz. Nyomd meg lefele. Menj ez a gyereknek, te! Várj, mert most kicsit nagy a forgalom. Hát látom. Geci, hogyha a Szent István úton videóznánk, nem lenne ennyi autó mind itt. Várj, mert szemből is jön. Uszki P-be apja, már jönnek most. Uralják a terepünket. De hogy tudja? Amúgy esküszöm, büszke vagyok rá. Lassabban! Lassabban! Állj meg! Állj meg! Állj meg! Húzd le! Micsoda? Ez nekem így nem tetszik. Túl sok itt a baj. Na figyelj, most lesz jó. Tiéd a terep. Elmegy, és akkor most adjál neki egy erős gáz, és akkor látod, hogy miért megy, de óvatosan. Na, lépd el apja! Azt hiszem, ez komolyan ilyen a világon nincsen, tesó. Az a baj, nem tud megfordulni, gyere, menjünk oda! Nem tud a gyerek Y-ba fordulni, hogy oda kell futni. Ez az, tesó! Ez kurva jó. Ja, ez így megy. Hát ilyen a világon nincsen. Ez kurva jó. Na mi a? Hát ez kőkemény volt. Összefostam magam, geci. Szerintem ez nem kéne a rajtprogrammal játszani. Hát így jó volt szerintem, ez elég rajt volt. Jót megy, nem? Jót, komolyat. Merre menjek akkor? Later. Srácok, lassan le kell, lassan. Valakinek oda fogom adni ezt a pitbike-ot, úgyhogy úgy gondolom, hogy idén lehet, hogy már nem fogok vele menni. Úgyhogy elviszük még lemosni, mert a tárolóban olyan iszapszag van, hogy már nem... Ez miben mesterkedik ott bent? Szóval el kell vinni lemosni, de van egy olyan érzésem, hogy szerintem a Varga Patrik az meg akar vele menni. Hát a Varga Patrik fog is. Öltözik be. Ja, ja. Te mit csinálsz? Megyek is. Hát itt most biztos, hogy nem mész, utálnak a lakók így is. Megszoksz vagy megszöksz? Patrikot ugye el kellett hozni még motorozni idén. Mi apja, még jó, hogy az offroaddal jöttünk. Igen, Patrikon a rabló. Nem, ez amúgy egy jó spot. Jaj, én nem megyek utána. Dicsi-e. Ember! De most hova mész, Ricsi? Mit csinálsz? Ricsi már! Megyünk motorozni, apja. Megjöttünk, tesó. Hát ez nem normális, komolyan mondom. Hát komoly gyerekek. Mire ti látjátok ezt a videót, addigra ezek a termékek már megtaláltok a laptopon. Link a leírásba, illetve az Instagramon, a sztoriba is megtaláltok, de lerakom ide is. poleczkirichard.com, minden megtaláltok. Mama, I told you we gon' be okay. Whipping the bench and she live in LA. Tryna thank God but don't know what to say. Don't call that little ass place no estate, unless it came with a pool in the gate. Check the rear before I pull in the gate. All my watches flooded just like a lake. Lately I been showing up at your lake. Bitch nigga take her on a cheap date. 4 for 4 Wendy's, get her a plate. Love Wendy's nuts all up in her face. She say wow, never met a nigga with it in her house. Spit in her mouth, dick in her eye with a chop in the couch. I feel like Michael Jackson. Walking through the Calabasas, Louis bag, gotta hold the ratchet, just in case a nigga wants some action. Vigyázz rá, mert ezt valaki most nem fogja nyelni. Miért szerintem mit csinálni vele? Hát tesó, azért te már csináltál érdekes dolgokat itt a csatornán, úgyhogy... Hello! Nagyon fontos. Most, mire ti látjátok ezt a videót, addigra már a shopon az összes új termék elérhető lesz. December 5-én fog indulni a játék, amiben meg tudod vásárolni azt a sapkát, amiben meg tudod nyerni ezt a pitbike-ot, viszont ami most 21-én kimegy, ez a sapka, ami rajtam van. Ez a sapka, ez nem, nincsen benne a játékban, mert ez a sapka még nincsen kóddal ellátva. Ha sapkát szeretnétek venni, srácok, mindenképpen várjatok 5-éig, mert az 5-én droppoló sapka az olcsóbb lesz, mint ez a sapka. Ezzel szeretnék kedveskedni mindenkinek, hogy annak, hogy az még kedvezőbb áron lesz a sapka, hogy mindenki tudja játszani a pitbike-ért. Úgyhogy léci, ha sapkát akarsz, várj 5-éig. Egyébként ez a motor 125 köbcentis, körülbelül olyan 12 üzemóra van benne, tökre könnyen meg tudod tanulni, használni te is. Személyesen fogjuk neked elvinni, aki meg fogja nyerni ezt a motort. Az Instagramon lesz sorsolás, ugyanaz lesz a felállás, mint az autónál. Aki egy sapkát vesz, egy kódja lesz, aki két sapkát vagy háromféle sapkát vesz, annak három kódja lesz. Nem tudok így beszélni, húzzál már arrébb innen! Viszont ezek a sapkák tényleg limitált darabszámban lesznek, úgyhogy mindenképpen figyeljetek arra, hogy ne maradjatok le. És tényleg csak nektek akarok jót, hogy az új kollekció, ami kijön ezzel sapka, ezzel nem tudsz nyerni, viszont ami 5-én, azzal tudsz nyerni is, és olcsóbb is lesz. Úgyhogy srácok, szerintem aki sapkát akar, az várjon 5-ig. Na most elkérem a motoromat, mert... bajok lesznek. Megakadt a töltésen a barom. Elkérem a motorom, mert megyek vele én is egyet, és utána elvisszük még lemosni. Úgy, amúgy esküszöm neked, kurva flash ez a motorozás. Mama, I told you we gon' be okay. Whipping the bench and she live in LA. Trying to thank God, but don't know what to say. Don't call that little ass place no estate unless it came with a pool in the gate. Gyerekek, amelyek 600 forint a benzin, addig a fitbike-os videókat így kell lefoglani. Szóval minden ruha, amit rajtunk láttatok az elmúlt időszakban, megtaláljátok a webshopon, a leírásban, minden fel van töltve. Még ami nagyon fontos, a pitbike-os játék 5-én indul. A sapkára vigyeljetek, mert mondtam, hogy a pitbike-os játékos sapka olcsóbb lesz, mint hogy most ment ki a kollekcióval együtt. És mit szoktuk ilyenkor mondani? Nem kapok levegőt, olyan gyorsan beszéltem. Találkozom a következő videóban. Itt van a spán, teszi a videót ki, és mindenki nézi, 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 nézi.